Na akkor sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit. Ma egy kekszes krémest fogok csinálni, gyermek kérésére ismételten. Na hát ez egy sütés nélküli édesség. Hát olyan 15-18 évvel ezelőtt elindult egy olyan folyamat, hogy sütés nélkül kekszel hogyan lehet édességeket csinálni. Engem sem került el ez a dolog, én is összetalálkoztam vele. Nem igazán találkoztam még ugyanezzel a recepttel, azért gondoltam, megmutatom nektek ezt. A gyermek most azt mondta, hogy szeretne egy ilyet enni, nem egy bonyolult. A hozzávalókat már is mondom. 1,5 liter tej, 2 csomag szögletes keksz, amit én most a 100-asba vettem ilyen szögletes kekszből egy csomagot. Ha nem lenne elég, pótlásnak vettem a háztartási, de tulajdonképpen ebből is el lehet készíteni. És akkor ezen kívül 6 tojás kell hozzá, 40 deka cukor, 3 vanília cukor, és 20 deka liszt. Na, a csipet só az ebből sem maradhat ki, de tényleg az csak egy csipet, és akkor egy nagyon kicsit csokoládét fogunk a tetejére ráreszelni, én sportszeletet szoktam választani rá. Most van ilyen nyereményes játék, és akkor most én azért is vettem, szeretem a rumos csokit, úgyhogy együtt megnézzük, hogy nyert vagy nem nyert, ebből fogok ráreszelni, mert ez egy kis pluszt is fog adni rá, úgyhogy mindjárt mutatjuk, hogy hogy készül. Az első, hogy 1,5 liter tejet akkor kiöntünk, de ebből csak 1 litert egyenlőre. Akkor a következő lépés az, hogy a tojást ketté választjuk, sárgájára, fehérjére. Nyilván ezt már megmostuk előtte, tehát ez természetes. Szétválasztottam akkor a tojást fehérjére, sárgájára, és akkor a következő lépés, hogy a tejet, amit mondtam, hogy 1 litert feltettem főni, 1,5 litert most kimérek. Igen. Oké, és akkor ezzel dolgozunk tovább. Na, először is a csipet sót azt beleteszem itt a tejbe. Na, ez csak egy csipet tényleg. Jó. És akkor kimérjük a 15 deka cukrot. Akkor mérjük a cukor után a 20 deka lisztet. És akkor a 3 csomag vaníliás cukrot beletesszük. Itt van a lisztünk, itt van a vaníliás cukor. Beletesszük a kristálycukrot. És akkor szépen a tejjel folyamatosan fellazítjuk. Fent van a tejünk, ami már lassan fel fog forni. És mielőtt felforna teljesen, akkor arra ezt már mi szépen csomómentesre kikavarjuk, és csak bele fogjuk engedni, mint egy pudingot. És akkor még hozzátesszük a tojás sárgáját is. Elkavarjuk, és akkor ahogy készen van, már majdnem forr a tej, akkor ezt mindent beleöntjük. Na akkor ezt az összekavart dolgot, amit elmondtam, beleöntöttük a tejbe, a félig forrásba lévőbe, amit összekavartunk. És akkor ezt, amíg felfor, egy jó kis krémes állagot fog kapni. Addig itt nem nagyon kell itt hagyni a tűzön, nem sokáig tart egyébként. Akkor kirakjuk a kekszet a tepsibe. Mint mondtam nektek, ez lehet háztartás is, teljesen mindegy. Amikor nem pászol valami, akkor ezt meg lehet törni, meg lehet vágni olyan méretűre, hogy pászoljon, úgyhogy ezt nagyon hamar. Ez csak egy ilyen egyszerű dolog. Ezt férfiak is meg tudják csinálni, amúgy még az is, aki nem tudott sütni, főzni, és meglepít akar a kis párjának. Ezt olyannak is ajánlom, meg az is, aki a hirtelen finom, egyszerű és jó árban készülő édességet szereti elkészíteni. És akkor közben átöntöttem egy másik edénybe, mert apával annyit beszélgettünk, hogy majdnem oda kapta az aját, úgyhogy átraktam egy nagyobbba. Megmondom őszintén. Úgyhogy most nem is az a lényeg. Az a lényeg, hogy még melegen ezt ráöntjük. Ez olyan állagúnak kell lenni, olyanra kell főzni, mint hogyha pudingot készítenénk. Akkor tökéletes. Na és akkor eligazgatjuk. Még így melegen. És ezt egy másik sor kekszel bevonjuk.
Ez ilyen édes keksz egyébként, amit én választottam, hát teljesen mindegy lenne, mert a háztartási ugyanezt szolgál, és mindjárt kiderül, hogy nem is kellett volna pluszba vegyek. És ez a keksz ettől a meleg krémtől meg fog puhulni. Úgy fog viselkedni, mint egy tészta. Jellegre. De nagyon finom lesz, majd meglátjátok, ha elkészítitek. Tehát megcsináljuk a habot a tetejére mindjárt, gőzfelen. Közben kiderült, hogy amit a százasba vettem, egy csomag keksz. Mutatom is, hát már most elszakítottam, az elején még látszott, hogy már mindegy, most nem tudom összerakni, hogy milyen kekszet vettem, de egy csomagtól nem kell több, tehát annyi elég, és akkor csináljuk rá a habot. Akkor a tojásfehérje, ott tartunk, hogy a tetejére készülődünk, tojásfehérjébe a cukrot belekavarom, és akkor feltettem a vizet forni, és gőz fölött, ezt felverjük habnak. Itt a víz. For. Keresünk egy olyan egyént, ami belefér éppen, és akkor verjük. Amíg nem lesz habos. Ja, és amit nem mondtam, a vége ne csüngjön már bele a vízbe, az fontos. Tehát lejjebb legyen a víz, mint maga az egész edény, amit beleraktunk, mert akkor meg lenne főve az alatta lévő dolog. Addig kell verni ezt a habot, amíg így meg nem áll. Amikor kivesszük belőle, az a hab, és akkor jó. De mint ahogy mondtam, tényleg a víz ne érjen oda az aljához, mert akkor megfő a fehérje. Nekünk még nem arra van szükségünk. És akkor ezt szépen elkenjük a tetején, hát ahogy tudjuk. Na, és akkor gyerekek, most jön az, már alig várom. Sportszeretet kibontjuk, nyert vagy nem nyert, megnézzük együtt. Levágom, és megnézzük, nyertünk, nem nyertünk, hangszórót, de amúgy is nyertünk, mert erre úgy is jó, vagy úgy is már nyertünk azzal, hogy megehetjük. És nyertél! Látjátok? Nyertél! Na, még egyszer se nyertem vele, most kivételesen ez ajándék volt. Látjátok? És akkor ezt ráreszeljük, de akinek nincsen sportszelet, én azért szoktam ezt választani, könnyen reszelhető, jó az illata, én nekem az nagyon tetszik, én mivel, hogy szeretem a rumosat, de bármilyen csokit, amitek van megmaradva, azt meg lehet kaparni, de késsel sose csináljátok, mert megvágjátok magatokat, ha egy mód van rá, ha nem. Ilyen, vagy ehhez hasonló krumpli, vagy zöldség pucolótok van, azzal csináljátok, azt így meg kell húzgálni rajta, most így megmutatom ezen. Én ezt nem így szerettem volna, mert én ezt reszelni szoktam. Úgyhogy én ezt rá szoktam így reszelgetni, szépen egyenletesen. Ez megadja még a pikantériáját az illatában is, a színében is. Úgyhogy ennyi, amit én még meg szoktam neki adni a testének. És akkor ezt utána be kell tenni a hűtőbe. És egy olyan 2 óra hossza múlva, ahogy meghűlt, 2 óra hosszáig van a hűtőben is ehető. Vagy van, aki már hamarabb is rájár, már volt rá például nálunk is. Meglátjátok. Milyen finom. Úgyhogy én ezzel a kekszes krémessel találkoztam össze, akartam, hogy tudjátok, hogy ilyen is van, így is lehet készíteni. És nagyon finom, egyszerű, nem kerül sokba, hamar el lehet készíteni. Hát a mai világban már szerintem ez is fontos. Próbáljátok ki, csináljátok meg. Megmutatom a tálalást majd, hogyha meghűlt. Készen van. Benne volt a hűtőbe eddig, most már meghűlt, ehető állapotban van, és akkor mutatom nektek így, hogy jobban lássátok. Így körbe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon klassz édesség, nagyon egyszerűen elkészíthető, én szeretném, ha ti is kijelvezhetnétek az ízét, úgyhogy mutatom is, hogy mi már kóstoljuk. Úgyhogy aki elkészíti, mindenkinek jó étvágyat kívánok, ez egy puha, kellemes, finom édesség. Úgyhogy sziasztok!